Sziasztok, én Tomi vagyok, ez pedig itt a Tomi Vlog következő része, ugyanígy a Kyudos csatornán, viszont ahogy láthatjátok, a környezet már teljesen más. Valószínűleg már rájöttetek, hogy nem a kollégiumban vagyok, nem a Boszorkány kollégiumban leledzem éppen, és sajnos elárulom előzetesen, hogy nem is leszek már ott valószínűleg soha többé, nem láthattok onnan vlogokat. Rengeteg mindenről kell beszéljünk, és ez egy nagyon-nagyon hosszú vlog lesz, vagyis valószínűleg nem 10 perces, hanem lehet, hogy még több is, ugyanis el kell mondjam azt, hogy hova tűntem az elmúlt másfél-két hónapban, mi történt azóta a csatornán, és én miért vagyok ezen az új helyszínen, úgyhogy ebbe fogunk most belekezdeni. Kezdjük a legelső témával, hova tűntem eddig? Kényelmesen helyet foglaltam, és úgy gondoltam, hogy így fogok beszélni veletek, és talán nem is zavar titeket, hogy nem fogom a kamerát és nem mozog. Igen, eltűntem másfél-két hónapra tulajdonképpen a csatornán, tehát másfél-két hónapon keresztül nem láthatatok videót a csatornán. Ez azért volt, mert egy olyan időszakban érkezett az életünk, nem csak nekem, hanem Attinak is, bár őt már nem nagyon fogjátok ezen a csatornán látni. Olyan időszakban érkezett az életünk, hogy borzasztóan elfoglaltak voltunk. Amikor indult a csatorna, akkor is sokszor említettük nektek, hogy olyan munkát végzünk, ami nem hagy olyan nagyon-nagyon sok szabadidőt, azért van persze, de ezt nem mindig videózásra fordítjuk, és fordítottuk, és ezek után sem fogjuk mindig arra. Viszont ez súlyosbodott, úgymond, ugyanis ahogy közeledett az egyetem vége, rengeteg dolgunk volt, meg kellett írjuk a szakdolgozatunkat, záróvizsgáznunk kellett, portfóliót kellett védenünk, összeállítanunk, stb. Rengeteg stressz volt ezért bennünk, és nagyon sok időt elvett ez a dolog is. Tehát tanultunk, dolgoztunk, és emellett szerettük volna, hogyha van egy kis extra szabadidőnk, ezért nem mindig volt kedvünk és energiánk videózni, ezért nem volt másfél hónapig videó, viszont, ahogy láthatjátok, most igyekszünk visszatérni, vagyis hát igyekszem én személy szerint visszatérni. Ebben a másfél-két hónapban olyan dolgok történtek, amik egy normális ember életében mindenképpen nagy változásnak tudható be. Elvégeztem az egyetemet, most 8-án lesz a diplomaosztó ünnepségem, amit már nagyon várok, hogy végre a talárban is a kis mindenféle öltözetben töltessem fel a Facebookra a fotót, és ki kellett költöznöm a kollégiumból, ami egy borzasztóan rossz dolog, ugyanis 2 éven keresztül én a Boszorkány kollégiumban laktam Pécsen, egy adott helyen, folyamatosan ott 2 éven keresztül fixen, megismertem ott a környéket, a környező utcákat, merre a legrövidebb elindulni, merre a leggyorsabb lejutnom munkába, stb. És most ebből a kis komfortzónámból ki lettem mozdítva, ugyanis most, hogy elvégeztem az egyetemet, a tanulmányaimnak vége lett, nem vagyok már a felsőoktatásban résztvevő hallgató, ezért el kellett hagynom az egyetemi kollégiumot. Viszont így nyár folyamán lehetőségem nyílt egy másik kollégiumba, vagyis ahogy itt hívják, diákszállóban elhelyezkedni. Én megmondom őszintén, lakást terveztem, hogy lakásba megyek, viszont egy barátom még olyan helyzetben van, hogy nem igazán tudja belesülíteni az életébe azt, hogy ő most lakásba költözön, ezért miatta úgy döntöttünk, hogy ketten eljövünk egy ilyen kis diákszállóba csupán 2 hónapra, és augusztus végén pedig átmegyünk egy lakásba, a nyár pedig azzal fog telni, hogy lakást keresünk magunknak. Tulajdonképpen a kollégiumi kiköltözés eléggé nagy macera volt, ezt is belesorolhatnám azon dolgok közé, amik miatt nem született videó az elmúlt időszakban. Át kellett rendezzük a szobát, takarítanunk kellett, leadni a kulcsokat, papírozni, stb. Ide-oda pakolgatni. És bár egy utcával följebb jöttem csak a kollégiumomtól, meg is fogom majd nektek mutatni a Super RK-ről, hogy innen látszik még a kollégium, ahol laktam. Bár egy utcával jöttünk csak feljebb, jó pár autófordulóba beletelt, mire felhoztuk az összes cuccomat, mert nekem, mint tévésnek, de rengeteg cuccom van. Állványok, hangszórók, 2 darab számítógép, ugye hát mondjuk az egyik laptop, a másik pedig egy hát elég nagy asztali számítógép, rengeteg ruha, könyvek, dobozok, stb. Rengeteg mikrofon például, azokból volt talán a legtöbb. A másik dolog, amiről szeretnék mindenképpen beszélni, az az, hogy a csatornán egy borzasztóan nagy változást vettünk észre.
ebben a másfél hónapban, tulajdonképpen 2 hete fölnéztem a csatornára, és megdöbbenve láttam, hogy rengeteg-rengeteg ember feliratkozott a csatornára úgy, hogy nem volt videó, körülbelül tényleg másfél hónapig. Nem értettem, hogy miért lehet ez, és még mindig nem értem, viszont borzasztóan örülök annak, hogy nézik a videókat. Az egyik videónk, ugye a Szilágyi Attilás paródia videó, amit feliratoztunk, az már 26 ezer nézettségnél tart, vagy hát megtekintésnél, ha jól emlékszem. A másik videónk pedig a 10 legjobb horrorfilm, ott is már 13-14 ezer, azt hiszem, a megtekintés, jönnek a kommentek folyamatosan, negatív és pozitívak is, természetesen mindkettőre szükség van. És ami nagyon fontos, hogy mindjárt elérjük a 180 feliratkozót, és lehetett volna 100 feliratkozós videó, meg lehetett volna 150 feliratkozós videó, de úgy tervezem, hogy a következő mérföldkő a 200 feliratkozó, ennél fogok majd egy videót csinálni, és talán majd abban elkezdjük fejtegetni, hogy másfél hónap üres járat alatt miért nőtt meg ennyire a feliratkozó szám. Minden esetre minden feliratkozónak nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt vagytok velünk és követtek minket. Na, jöjjön a Roomtor! Na, igyekszem innen a sarokból indítani magát a Room Tour-t, és ne haragudjatok, hogy a Room Tour-ban Room-li van, haha, ugyanis nem volt még nagyon időnk összepakolni, és ezen a helyen még nem igazán silabizáltuk ki, hogy hogyan lehet célszerűen elrakni dolgokat, és úgy, hogy még közel is legyen, kényelmes is legyen, stb. Úgyhogy tudom, borzasztó nagy a kavalkád, tényleg olyanok vagyunk, mint egy raktár jelenleg. Mi nem pakoltam ki én sem mindent, és minden szörnyű állapotban van. Nézzük körbe. Ahogy láthatjátok, itt 2 darab férőhelyes a szoba, ott egy ágy, és ott egy ágy. A jelenlegi lakótársammal osztjuk meg ezt a helyiséget éppen. Ő most nincs itt, ugyanis dolga akadt a városban, addig veszem fel ezt a Room Tour-t, hogy őt se zavarjam. Ő alszik ott, én alszok ott. Ez itt a táskám, ezt már ismeritek a korábbi videókból, meg tulajdonképpen minden tárgyat, mert a bocikolis videókban azok is szerepeltek. Hogyha megfordulunk így általánosan, láthatok egy hűtőt, aminek most tiszta morzsa a teteje, bocsi, igénytelen Tomi. Itt pedig alatta ugye nyitható az ajtaja, mint általában minden hűtőnek, nem is tudom ezt miért mondtam el, és oda szépen be van pakolva a kajci. Természetesen a szikszó nem hiányozhat. Rajta pedig az én kis tévém, ami jelenleg most a LEGO Star Wars Complete Edition, meg is a Complete Saga, azzal játszunk, rákötve a gamepad meg a billentyűzet, ez a laptopomról megy. Van itt egy kis szekrény fölötte, ahol most éppen próbálom rendszerezni a cuccaimat, a könyveimet, amiket elhoztam Bonyhádról ide Pécsre, és mindenképpen olvasom mostanában, azokat elhoztam. Az én kis naptáram, amiben be vannak írva a melók, a forgatások, a stúdiózások, adásvágás, stb. Hogy én is észre tudjam tartani. Kenyér, ugye nagyon fontos, vízforraló még fontosabb talán. Ennyi a szekrény. Hogyha tovább megyünk erre, akkor láthatjátok, hogy ott vannak még a kipakolatlan cuccaim, a bőröndöm még mindig tele ruhákkal, további elektronikai eszközök, kábelek és mikrofonok ezekben a szatyrokban találhatóak. Itt mellettem, rögtön az ágyam mellett láthatok egy ruhásszekrény, ez itt a Gábor oldala, ugyanis Gábornak hívják a lakótársamat, ez itt pedig az én oldalam, ne akarjátok, hogy kinyissam ezt a szekrényt. Jelenleg pedig tolvajkergetőket nézek, hogyha valaki néz onnan, vagy feliratkozott ránk a csapatból, akkor még mindig hatalmas respekt felétek, nagyon szeretem őket. Ez itt az én kis asztalom, mindig rumli van, mindig rumli lesz, mindig rumli volt, úgyhogy ezen nem kell meglepődni, hogy bármelyik videóban egy borzasztó nagy kavalkádat láthatok az asztalomon. Ha tovább megyünk, akkor látjátok, hogy itt van egy kis közlekedő, vagyis előtér, előszobának is lehet hívni. Túl sok minden nem tartalmaz. Itt tárolom a... hát az ilyen erőeszközöket, meg ilyesmi. Próbálnak egy villám kapcsolni, hogy jobban lássátok. Itt is van egy szekrény az ajtó mellett. Meg itt is van még egy szekrény. Itt a társasjátékokat tartom. Jelenleg, mert nagyon szeretem a társasjátékokat. És itt pedig a fürdő. Bocs, az akusztika miatt most akár beszélhetnék ilyen tök jó rádiósan is. Lényeg az, hogy ott a vécénk, nem mutatom olyan részletesen meg, mindenki látott már a vécét, és itt pedig egy fürdőkád, ebbe sem nagyon szeretném, hogy belenéznétek, mert most éppen átpakoltam a mosatlan dolgokat a fürdőkád közepére, és hát igen, ennyi, én meg ott vagyok. Hello! Na lényeg az, hogy ez itt a fürdő rész. Ennyiből áll a mi kis blokkunk, vagyis hát szobánk, úgymond, ebből az összefüggő területből. Kint pedig ugye folyosók vannak, van egy recepció, mi az első emeleten vagyunk, elég közel van hozzánk a recepció, úgyhogy ha esetleg majd menekülni kell, akkor gyorsabban kijutunk talán az épületből, de ez csak vicc, és reméljük, hogy erre nem kerül sor. Az egyik dolog, amit mondtam, hogy két pozitívumot szeretnék mondani,
most képileg nem akarom még egyszer megmutatni, de a fürdőkád. A boszikoliba ugye csak zuhanyzó fülke volt, úgymond, és itt pedig van fürdőkád, és a fürdőkád az borzasztó jó, tehát hatalmas habfürdőket lehet engedni, stb. Stb. Mindig ilyen habfürdő, meg ilyen havos vízmániás voltam. Hát ez elég furán hangzott, mindegy. A másik nagy pozitívum pedig az erkély. Csodás kilátással, és a legeslegjobb az egész kilátásban a Boszorkány kollégium. Hát igen, ott laktam ezelőtt. Valószínűleg a vlogok nagy része erről az erkélyről fog majd zajlani. Bár ebben még nem vagyok biztos, de tök jó, hogy ki lehet jönni a levegőre. Úgyhogy nem kell lemenjek a szobából, mint eddig. Ezt sem nagyon akarom most nagyon megmutatni, mármint így részletesebben magát az erkélyt. Egyrészt, mert nincsenek rajta érdekes dolgok, másrészt pedig azért, mert a Gábornak a cuccai még száradnak, és nem biztos, hogy megengedi, hogy ezeket az intimabb dolgait, mint például a fehér zokniát megmutassam a videóban. Szóval ennyi volt a room tour, és hogy áll lesz az egész videó. Köszi, hogy itt voltatok, és köszi, hogy még mindig velünk vagytok, attól függetlenül is, hogy volt egy körülbelül 2 hónapos kiagyás és csend a csatornán. Nagyon nagyok vagytok, nagyon királyok vagytok. Iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg, lájkoljátok ezt a videót, hogyha tetszett, és osszátok meg Facebookon, vagy akárhol, hogyha tehetitek, és persze van kedvetek, időtök. Köszi, hogy itt voltatok, jövő héten egy nagyon érdekes videóval várlak titeket. Sziasztok!